Jó reggelt kívánok, sziasztok! Van-e képem, hangom? Egy ötös kérek szépen. Megvárom, míg megjönnek az ötösök. Oké, na! Ma is jön hozzánk Attila, ha minden igaz, itt van a közelben. Adok neki kamerát, aztán majd csak ide ér. Addig, ameddig följön, egy pár szót szeretnék hozzátok szólni. Ugye péntek van, és eléggé jó végigmentünk különböző témákon az elmúlt hetekben, és remélem, hogy... Szia Attila! Egy picit leveszem még a hangodat. Yeah. Hello! Egy picit leveszem még a hangodat, remélem nem visszhangzunk. És ugye megcsináltunk az elmúlt hetekben, mert az elmúlt hónapban inkább úgy mondom, egy top producer formula magyarosított változatát, tehát tulajdonképpen, hogy átkonvertálva magyarra. Megcsináltunk egy team building, tehát egy csapatépítő formulát, szintén átkonvertálva egy picit magyarra. Akkor blog tanfolyamot is csináltunk, illetve videókészítő tanfolyam részét már elkészítettük, de abból folyamatosan kell csipegetnünk, mert rengeteg ilyen trükk van. Tehát a blog tanfolyam meg a videókészítő tanfolyam az így folyamatosan megy, és a régiek, illetve inkább úgy mondom az újak, menjetek be majd a weboldalunkra, már mindjárt egy pillanat, oda is adom nektek, egy szent pillanatban, téveszem, mindjárt bemegyek az oldalamra, igen, és akkor odaadom ezt a tanfolyam videóknak a linkjét, erre menjetek már majd föl, és úgy arra kérek benneteket, hogy lakjatok már egy kicsit ezen a weboldalon. Mindjárt oda teszem a linket, másolás, visszajövök. Mert itt ezen az oldalon, itt küldés, most nem kell, csak annyi, hogy rákattintotok, mentsétek el, ezen az oldalon az alap dolgok fönn vannak. Na most, ugye az interneten, ki az, aki közöltek, szeretnétek tényleg pénzt keresni, de tudod, nem csak így keresgélni, hanem úgy találni is, és tényleg jó sok pénzt oda tenni a zsebbe, és hogyha így van, akkor egy tízest azért adjatok már. Na most a pénztermelés az mindig az eladásból van. Tehát vagy eladsz egy kurzust, vagy eladsz saját termékeket, vagy becsatlakozol egy network marketingbe, és azoknak a termékeit és az üzleti lehetőséget adjátok el, vagy affiliate termékeket. Tehát azt úgy mindenki érti, hogy eladásból van. Tehát azt úgy tudjátok. Tehát nem abból van a pénzed, hogy úgy most videókat készítesz, és akkor majd csak valaki rátalál. Tehát célirányos videókat kell készíteni. Megoldásokat kell adni az embereknek, és azt kell megmutatni, hogy te hogyan oldottad meg, mivel az életedet, mi volt az az eszköz, amivel ugye megoldod az életet. Tehát mindig e köré kell menni a kommunikációnak. Na most, tegnap egy picit így szó esett arról, illetve még egy valami, ha már eladás, akkor eladok nektek most gyorsan, hogy ezen túl legyünk. Ugye más nincs értelme egyébként, hogy tartsunk bemutatókat. Tehát minél hamarabb csatlakozzatok be a csapatunkhoz, megkeresed a meghívódat, vagy ahogy ide eltaláltál, és ott vegyél egy 25 dolláros csomagot. Mindjárt mondom, hogy mi van benne. Remélem megér annyit 25 dollárt az, hogy egy olyan információs csomagáradatot kapsz, amivel tényleg el tudsz indulni. Én azt ajánlom, hogy legalább egy hónapot fizess elő, utána leveszed, hogyha nem tetszik. Egyébként én 90 napot szoktam javasolni, hogy minimum 90 napot fizess elő a ProRevelés csomagokra. Mindjárt mondom, hogy miért. Azért, mert kapsz egy csomó olyan indítatás, olyan anyagot, amivel tényleg egy átlátható, olyan képzést kapsz, amivel tényleg tudsz dolgozni. Na most, rengeteg olyan anyag van a Prónál, ahol ugye angol nyelvű anyagok folyamatosan a tolmácsaink most is fordítanak, tehát kapsz egy csomó jó anyagot. De, hogy addig azért ne unatkozz, körülbelül olyan 15 ezer dollárnyi egyébkénti anyagot is kapsz az Empower Network termékeiből, amit a mi csapatunknak tulajdonképpen grátisba adunk oda, hogy ez micsoda. Top producer formula, team building formula, az a formula, ami elindított bennünket is, és a forrást adjuk oda neked.
azokat az anyagokat, amiket mi odaadunk neked, már nem lehet sehol megkapni. A nagy anyagokat, a nagy top, mert van kicsit top producer, kicsit team building, ezeket sehol nem kapod már meg, ezeket odaadjuk neked. Ha kéred, akkor tudunk adni neked nagy anyagot is, ezért se kell külön fizetned, csak legyél benne a csapatunkba. Tehát szerintem ez egy korrekt ajánlat, nem 25 dollár. Én elmondom neked, hogyha a platformot nem használnád, akkor is 25 dollár megér az, hogy kapj egy alapinformációs csomagot, letöltöd magadnak, és ott van nálad. Egyébként, amikből szoktam 8 órától szemezgetni, ezekből az anyagokból van, olyan tudásra teszel szert, olyan tömény anyag, hogy szerintem, hát satszoljátok meg, főleg régiek, hogy az így mennyit érne, hogyha úgy meg kellene venni. Mert veheztek könyveket, van, aki már írt is Magyarországon könyvet róla, ugyanezeket az információkat adja az ő nyelvén, tehát ezek jó könyvek, de nem kell olyan sok pénzt kiadnod azért, hogy itt ezeket az infokat megkapjad. Ez korrekt ajánlat szerintetek? Ha igen, akkor keresd meg a meghívódat, és egy 25 dolláros ilyen regisztrációt nyomjál. Ha még pénzt is akarsz ezzel keresni, még pluszban, amellett, hogy tanulsz, akkor nyomsz egy affiliate program díjat, ez 25, azt mindjárt mondom, 19,95, tehát összesen, ha azt nézed, ki tudsz próbálni egy hónapot, mondjuk 45 dollárért, ez durván 10 000 forint. Legyen 12, hogyha 300-al szoroznánk a dollárt, próbáld ki, legalább egy hónapig. Olyan információt kapsz, amivel már gyorsan esetleg be tudsz hozni olyan embereket, akik szeretnének hasonlóan tanulni, rögtön vissza is jön az ára egyébként, és utána már profitot tud termelni. De azt mondod, hogy mit tudom én, nem tetszett, vagy bármi, akkor ezt le is zárhatod. 25 dollár szerintem megér. Oké? Okay. Itt írjátok, hogy több ezer dollár az értéke. Na most erről ennyit eladtam nektek, ha éltek vele, oké, okay, ha nem, nem, folyamatosan jönnek az emberek, tehát akik éhesek az információra, azok az alapinformációkat itt megkapják. Na most tegyük fel, hogy megvásároltad ezeket az anyagokat. Jössz a tréningjeinkre, mi állandóan ezekről beszélünk, hogy hogy alkalmazzuk, milyen módszerek, milyen trükkök vannak, amiket érdemes most alkalmazni. Tehát részt veszel a folyamatban, vagy úgy, hogy itt eljössz reggelente, hogy fogod magad, a YouTube csatornánkon fönt van az anyag, meg tudod nézni, hogy a weboldalon, tehát a saját tempódba is tudsz haladni. Viszont, ha ez így van, akkor rá tudod építeni a csapattársaidat is, hogy ők is tanuljanak, mert most ha te csapatvezető vagy bármilyen cégnél, hát azért csak jó, nem, hogy mi kiképezzük helyetted az embereidet. Írtok majd egy tízest, aki szerint ez egy jó dolog, hogy nem neked kell itt nagyon komoly melót beletenni arra, hogy mit tudom én, kiképződjenek az emberek, hanem eljön a mi képzéseinkre, plusz még megnézi azokat az anyagokat, amik helyre rakják az agyát, és végig megy a folyamaton, és tulajdonképpen te nem érsz rá, akkor is az embered elkezd tudni termelni. Én gyerekek annyira örültem volna, hogyha bejövök a hálózatba, és az én embereimet valaki kiképzi. Hát valami fenomenális érzés, mert tudjátok, hogy az van, hogy rájön az ember arra, hogy semmi más meló nincs itt, csak rátenni az embereket a rendszerre. Ennyi, megmondom, milyen a meghívás technika, hogyha annyira akarsz offline dolgozni. Figyú, milyen network marketingbe vagy benne? Hát nem vagyok semmilyen benne. Oké, akkor bocsi, hogy megszólította. Milyen network marketingbe vagy benne? Nem vagyok benne egyikbe sem. Milyen network marketingbe vagyok? Herbalife, vagy MV. Oké, jól megy ez a tudsz? Jó. Na, figyú, várjál. Olyan nagyon nagy intenzitással nem mondtad, hogy ez jó. Mit szólnál hozzá, hogyha egy vadonatúj módszerrel automatizálnánk a te üzletedet? Te tudod, úgy elkezdene dolgozni így helyetted az üzleted, amiben most benne vagy. Tudod, így csóvárni fogja a fejét, úgy se hiszi el. De hogyha egy kicsit úgy feszegetni akarsz, most megsúgom neked, egy kicsit szemét akarsz lenni, akkor egyszerű kérdéseket teszel fel, hogy figyú, úgy volt valamelyik nap tárgyalásod? Tehát, már ez is egy szemét kérdés, hogy ne lett volna, figyú, sikeres volt? Hát, figyú, nem.
Tegnap előtt volt tárgyalásod? Tegnap előtt is volt. Sikeres volt? Hát nem. Azelőtt volt tárgyalásod? Hát volt, be is lépett valaki, de már ki is lépett. Na most nem akarod ezeket elkerülni? Nem gondolod, hogy benne vagy a network marketingnek a csapdájába? Tudod, ezek ilyen jó kis szemét kérdések. És rá fog jönni az emberünk, hogy tényleg egy szíváson megy keresztül, hogyha elhív valakit egy bemutatóra, nem jön el, és akkor, hát tudjátok, ez a frusztrált érzés. Ki az, aki bemeri vallani, hogy már átélte ezt, tudod, ezt a frusztrált érzést? Na most, hogyha átélted, akkor nagyon-nagyon sokan átélték. Ha azt valaki nem akarja, tudod, a nem emberekkel nem akarsz beszélni, akkor mondd azt, hogy figyelj, megértelek, igazad van. Tehát mikor jön a válasz, megértelek, én is így voltam, de már nem így vagyok. Annyira jó igen emberekkel beszélni. És utána rávezeted arra, hogy figyú, gyere el képzésünkre, meglátod, hogy hogyan tudnád esetleg te kamatoztatni ezt a tudást, amit itt kapsz a te üzletedre, és akkor tehát így szépen bele lehet vezetni az emberünket. De én már ezt se szoktam csinálni, ez egy offline tárgyalási technika lenne. Tulajdonképpen itt se kell igazán tárgyalnod, hanem megfordítod a dolgokat, elkezdesz róla beszélni, hogy jaj, de jó, hogy neked már nem kell így rohangálnod emberek után, hanem egyszerűen fölhívnak, tudsz igen emberekkel beszélni, és sokkal jobb olyan emberrel beszélni, aki például úgy hív fel, hogyha mondjuk fogyókúra iparban vagy, hogy szia, látom, hogy jó eredményeket értek el a fogyásba, tudnál nekem is segíteni? És akkor mondja, hogy adjunk már neki tanácsot. Akkor adunk neki tanácsot. Ja igen, tudom, azokkal a egészséges reggeli programokkal fogynak az emberek. Akkor mondd már, hogy hogyan, és akkor kész, és már viszik is. Tehát nem jobb egy ilyen tárgyalás, és bármiben vagy, akármilyen üzletben, mint hogy most időt, energiát, meg pénzt belenyomsz, és akkor nem sikerül. Na most ezt azért mondom el nektek, mert sokan ugye, hogyha becsatlakoznak bármilyen üzletbe, akkor először mellékállás, tehát ilyen mellékesként próbálnak pénzt keresni vele, de nagyon-nagyon szeretnék sokan, hogy a jelenlegi, úgymond állásukban lévő pénzt nagyon gyorsan megkeressék, mert akkor már el lehet kezdeni gondolkozni azon, hogy most én ott hagyjam-e azt a munkát, vagy nem, mert azért valljuk be őszintén, és tényleg adjatok egy tízes, hogyha így gondoljátok, hogy becsatlakozol egy ilyen üzletbe, és nagyon-nagyon gyorsan szeretnél legalább annyi pénzt keresni, mint amennyit te úgy gondolod, hogy így offline megkeresel bármilyen cégnél. Ki az, aki egyetért velem ebben? Na most, tegnap meséltem arról, hogy mekkora az a pénzösszeg, amiért általában emberek dolgoznak, az a 100-150 ezer forint körül van, ugye? Így írtok már egy ilyen összeget. Na most, hogyha ez mondjuk 150 ezer forint, mindjárt megvárom, hogy mennyit írtok. Igen, hát írja. Írtok már egy számot, hogy most mennyit keresnek az ismerőseid a biztos állásokba. 150 ezer forint, az így jó. Ó, basszus. Nem hiszem, hogy elmondom ezt élő adásba, de egyből megtámadnak, jó. Elmondjam, mi jutott ez eszembe? Nem tudom, Attila itt van-e? Elmondjam. Jó, mindjárt elmondom. Van egy problémánk most, azon röhögünk, hogy tudjátok, be vannak állítva bankkártyák is, nem engedik csak 150 ezer forintonként levenni a pénzt. Tehát persze be lehetne állítani jobban is, és most minden nap menni kell, és úgy tudjuk csak levenni a fizut. Csak ezt azért mondom, hogy tudnak emberek dolgozni 150 ezer forintért is. Na, oké. Okay. Tehát a lényeg az, hogy ott van az a bűvös 150 ezer forint, mondjuk. És hogyha azt nézem, hogy ezért emberek eladják életüket, vérüket, és ott vannak, és azt nézik, hogy mikor lesz vége a munkaidő, ahelyett, hogy kiválasztanának egy network marketinget, és gyorsan megkeresnék azt a 150 ezer forintot. Most megállok egy picit. Nézd meg, milyen network marketingben vagy, ha benne vagy, és nézd meg, hogy mit kell azért csinálnod, hogy ezt a 150 ezer forintot megkevest.
De úgy, most nem kell ide ezt leírnod, csak úgy magadnak, hogy úgy nézd meg. Ha benne vagytok például a Juditék üzletében a Sun Money-ben, akkor nézzetek meg, hogy mekkora csomagot kell, azért értékesíteni kell. Ugye? Tehát most főleg azt a részét nézed, ami nem mástól függ, tehát nem a hálózati pénzt, de ami rajtad múlik, hogy na most akkor én belépek, és akkor eladok valamit. Vagy mit tudom én, sokan ugye az ászába benne vagytok, hogy mit tudom, hány ilyen üvegászát kell azért eladni, hogy mondjuk meglegyen az a 150 ezer forintotok, vagy benne vagy a Herbalife-ban, mennyi ilyen cuccot kell adni, vagy séket, vagy a Foreverben, vagy benne vagy van itt cucc, mennyi first-et kell azért eladni, hogy az biztos ott legyen gyorsan nálad. Meg fogsz döbbenni, hogy hát csak ennyit kell eladni. Ugyanis nagy értékű termékekről, tehát mondanák azt is, hogy drága termékekről van szó, de nagy a jutalékja is. Hát ugye a 15 forintos terméknek mennyi lenne a jutaléka, 7 forint, tehát az nem egy nagy durranás lenne, de van egy, mit tudom én, 100.000 forintos terméket, abban az elég rendesen van jutalék. És szoktam azt mondani, hogy ha én autókereskedő lennék, én biztos Porsche-t árulnék, vagy Ferrari-t. Nem? Hát egyet eladsz, aztán kész, egy darabig el, vagy hát mi nem? Összesűríted a réspiacot, hát csak találok már olyan embert, akinek van egy Ferrari-ra való, aztán valahogy bemarketingelem neki, rátumálom, gondolom, tudjátok, hogy azért bele tudnám beszélni, aztán csak megvenné, nem? Hát ugyanannyit kell beszélni egyébként, mint egy Suzuki-nál, csak más a réspiac. Ennyire egyszerű. Most félretéve a tréfát, közben Attilán bőszen jegyzett el, mindjárt átadom neki a szót, gondolom egyszer megkapod, nem is kapom vissza. Na mindjárt, akkor azért mondom. Tehát ott van az a bűvös 150 ezer forintot, aztán nevetsz rajta, hogy úristen, csak ennyit kell csinálni, aztán elkezded fókuszálni, hogy hogyan kéne azt ugye értékesíteni. És akkor hogyan tudod ezt megcsinálni? Csak nézd meg, eladástechnikát mutatok. Fogod magad, és megnézed a termékednek a hatását, ugye te is megettél már egy csomót, vagy megittál, vagy bekapcsoltad a számítógépet, az termeli a pénzt, valamiben benne vagytok, megnézed a hatást, és azt nézed meg, hogy ugye tudod, hogy hány csomagot kell eladni azért a 150 ezer forintért. Ilyenkor mindig nevetek, hogy a Kairosban egy platina után 417 dollár jár, és kész. Tehát olyan, mint a Porsche-t árulnék. De tehát, amire ki akarok lyukadni, nagyon-nagyon rövid idő alatt meg tudod keresni ezt a 150 ezer forintot, csak marketingelni kell a termékedet. Na most ebbe akarom majd ma segíteni neked, hogy hogyan tudod marketingelni. Most megállok egy pillanatra, átadom Attilának a szót, mert nagyon ki vagyok száradva, aztán megnézzük, hogy ő neki mi a véleménye erről, és utána mutatom a marketinget. Adom a hangot, Attila, drága barátom. Na, sziasztok, haló, sziasztok, hang van, hall mindenki? Tízes vagy ötös? Tiszta izgalomban vagyok, és akkor kérdezném tőletek, hogy akkor megváltjuk-e a világot ma? Vagy hozzálátunk megint egy újabb lépést tenni ahhoz, hogy megváltsuk a világot, mert itt a videóban, az egyik videóban már benne volt az, hogy az őrülteké a világ, és hogy az őrülteket nem lehet figyelmen kívül hagyni, lehet őket utálni, lehet őket szeretni, de egyszerűen nyomot hagynak az emberek, ezek az emberek. Tehát akik nem foglalkoznak azzal, hogy mit gondolnak róluk, egyszerűen csak van egy víziójuk, és ezután a vízió után mennek, mint a vadászkutya, amikor szagot fogott. Tehát én azt kérdezem, hogy ki az, aki hajlandó és szeretné megváltani a világot, kezdetben a saját életét, utána már emberek tömegeinek az életét, nyomjon már egy tízest, legyen szíves. Jó, itt hirtelen előveszek egy dolgot, ami nagyon-nagyon megdöbbentett tegnap este. Itt beszéltünk a fizetésekről, beszéltünk a munkahelyekről, beszéltünk arról, hogy van ez a 40x40x40-es terv, amit tudjátok, hogy 40 év munka, heti 40 óra, ami most már szerintem 50-60 inkább. És amikor a nyugdíjba bemegy az ember, akkor a nyugdíja az a fizetésének maximum a 40%-a, sőt, zárójelbe jegyzem meg, lehet, hogy nem is lesz addigra nyugdíj. Fújnak ilyen szelek is. Tegnap este kaptam egy levelet, képzeljétek, 22:51-kor, egy nagyon régi csoporttársam írt nekem. Ezt most gyorsan csak részletekben felolvasnám, mert megdöbbentett a dolog, és nagyon erős visszaigazolást ad arra, hogy talán jó helyen vagyunk, és jó irányba megyünk. A lényeg az, hogy ne haragudjak, hogy ilyen későn zavar, és mostanra tudtam összeszedni magamat ahhoz, hogy ezt kiírjam magamból, és elküldjem neked.
A rugrok sajnos nagyon régen találkoztunk, már 15 éve is megvan, és nem nagyon szoktam netezni, de véletlenül leültem a gép elé, és megtaláltam a videóidat. Most képzeljétek el, 2 hete csinálom a videókat, és olyan ember, aki 15 éve nem talált rám, most egyszerűen ilyen és ír egy ilyen levelet, majd mindjárt váltok, folytatom. És azt írja, hogy rendszeresen nézem a videóidat, és nem viccek, már napi szinten igénylem is, és piszkosul rájöttem, hogy nagyon elszúrtam az életemet. Konkrétan a munkámra gondolok, és ne haragudj, hogy pedagógus létemre ilyen őszinte és néha kicsit csúnyán beszélő leszek, de ezt ki kellett, hogy magamból írjam. Mindegy, a lényeg, hogy ki kellett írjam magamból, sajnos ez a fájdalom már nem fájdalom, hanem kín. Tudd meg, hogy minden nap milyen érzés kerít hatalmába, amikor be kell mennem a munkahelyemre, ami majdnem a tiéd is lett, csak te neked több eszed volt. Csúnya dolog, de kimondani, de utálom. Számolom a napokat a nyugdíjig, de még nagyon sok van hátra. Számomra legalábbis rengeteg. Mindegy, itt írja, hogy nem volt ez mindig így, imádott tanár lenni, közben változtak a dolgok, és még az egészségi állapota is megromlott közben. Na most mi ez, hogyha nem egy iszonyatosan erős igazolás arra, hogy igenis nagyon nagy hatást lehet elérni az interneten keresztül, hogyha rendszeresen posztolunk, és rendszeresen föltesszük a videóinkat. Én nekem ez legalábbis ez brutálisan úgy szembevágott. No, akkor a másik dolog, itt ment előtte a Dave-nek a videója, és azt mondta, hogy iszonyatosan fontos, hogy legyen meg egy tiszta víziója az embernek. Hogy ez a tiszta vízió, ez mit jelent? Az, hogy tudjam, hogy hova tartok. Mert megkérdez, tipikus beszélgetés a villamoson, hogy hány óra péntek, jó van, én is itt szállok le. Tehát amikor nem tudjuk, hogy hova megyünk, nem tudhatjuk, hogy odaértünk-e. Tehát itt azt mondom, hogy fordítsd meg a teremtést. Fordított teremtővé váljunk, és ne abból induljunk ki, hogy most hol tartunk, ne abból induljunk ki, hogy most milyennek a körülményeink, még akkor is, vagy akkor sem, hogyha tényleg egy munkahelyen kell lenni, és tényleg nem jól keresünk, és nem szeretünk bejárni, vagy nem szerettek bejárni, akkor is engedjétek meg magatoknak azt, hogy egy nagyot álmodjatok. Üljetek le, és valami kellemes zenét, hogyha betesztek, és ellazultok, és itt a kérdés, hogyan lazuljak el, nagyon sokszor fel szokott merülni, egyszerűen csak figyeljünk a légzésünkre, mondjuk. Mély levegő, kifújom. Mély levegő, kifújom. Most 8-10-szer megcsinálom ezt, akkor innentől kezdve sokkal lazább leszek. És képzeld el azt a kívánatos állapotot, azt az álmot, hogy milyen életet szeretnél élni. És ha ez megvan, ezt nap mint nap finomítsd, és nap mint nap rásd el több részletre, mert azt mondják, a teremtés úgy működik, hogy már az elménkben, az agyunkban megvan a film, amit nézni fogunk akkor, amikor odaérünk. Na már most ez nem olyan bonyolult, viszont nagyon nehéz, nagyon sok embernek, ezt hallom a visszajelzések alapján, ezt elérni, hogy most itt vagyok a problémáim közepette, sárga csekk, ilyen csekk, olyan csekk, nincs elég pénzem, vagy gyereknek kirándulás, és rengeteg a kiadásom, bevételem meg nem akar nőni. Hogy legyek én akkor ilyen pozitív, és hogy tudjak mindig arra gondolni, hogy mi az az álom, és mi hogyan színezzem újra és újra ezt a képet, hogy meglegyen a fejembe. Mert ha már a fejünkben megvan, akkor az agyunk nem fog tudni különbséget tenni a között, hogy ez a valóság, vagy csak egy nagyon erősen elképzelt kép, vagy film. És onnantól kezdve, higgyétek el, és ez szerintem a Vili élete ugyanúgy példa, mint az én életem, és itt nagyon sok aki, hogy onnantól kezdve elkezdenek jönni a megoldások, elkezdenek jönni jelzések, információk, mennyi ide, menj oda, tedd ezt, tedd azt, és elkezd összeállni a kép. Bocsánat, olyan lelkesen mondom, hogy itt néha én is kiszáradok, de még nem adom vissza. A lényeg, hogy ha ezt a képet megkreáljuk magunkban, onnantól kezdve ezt ápolgatni kell. Állok a piros lámpánál, fölidegesíthetem magam, vagy pedig azt is csinálhatom, hogy elképzelem azt abban a 8-10 másodpercben, vagy most álltam a sorompónál is, vagy nem tudom, 4 percet ott kell állnom, becsuktam a szemem, és elképzeltem, hogy milyen jó is lesz nekem, amikor benne vagyok abban a vágyott állapotban, amit szerettem volna. Imádom az autókat, itt Vili mondta az autós témát,
Én nekem a Jaguar egy nagy kedvencem is, volt már életemben sokszor jó autóm, Jaguarom is volt, és volt egy időszak, amikor nem lett. Én ezt elképzeltem magamnak, hogy már pedig nekem kell megint egy Jaguar. Miért kell egy Jaguar? Azért, mert imádom. És nekem az egy olyan jó érzést ad. És akkor ezt csináltam, amikor egy 200 ezer forintos akármilyen autón volt, és képzeljétek el, néhány hónapon belül az univerzum elém tett egy Jaguárt. És még csak mennem se kellett érte, mert itt volt Szegeden. És miből fizetem? Hát a Kairos pénzéből fizetem. Tehát a lényeg, hogy ezt a képet engedjétek meg magatoknak, hogy mi az, amire igazán vágytok. Ne egy fél megoldást, egy negyed megoldást, ne abból induljatok ki, hogy most mi van. Az lényegtelen. Az, hogy most mi van, az annak az eredménye, hogy úgy gondolkodtatok 60-80-90 nappal, 100 nappal, 200 nappal korábban, de abban a pillanatban, hogy most megváltoztatjátok a gondolataitokat, és idejöttök, és itt töltekeztek ezekkel az anyagokkal, elkezd megváltozni a teremtés iránya, és ha megváltozott a teremtés iránya, onnantól kezdve az eredmények már csak néhány, hát valamennyi idő kérdése, hogy megjelenjenek. Még egy utolsó gondolat, és akkor visszaadom Willinek, hogy nagyon fontos az, hogy tényleg nem szembesülünk a nemekkel. Tehát ez egy olyan rendszer, ami brutálisan jó, mert nem kell embereket leszólítani. Volt, képzeljétek olyan, hogy én a Kárász utcán már említettem, a Sétál utcát, leszólítgattam annó embereket, hogy adok egy négy, meg akarod változtatni az életedet, akkor gyere majd hívj. Hát szerintetek hányan hívtak föl? Elköltöttem rengeteg pénzt ezekre a kártyákra, utána szórólapot csináltam, mindenféle hülyeséget csináltam, és nem. Itt meg az interneten keresztül pillanatok alatt el lehet jutni százezrekhez akár. És ez működik. Ez nem kell most már bizonygatni, mert ott vannak az eredmények. Willinél már nagyon látszik, nálam meg folyamatosan épül, nap mint nap egyre több ember nézi meg a videókat, és működik. Tehát én azt mondom, nekem ez az álmomat váltotta valóra, amikor mondjuk 10-20 évvel ezelőtt az volt a vágyam, hogy egy laptop, egy internetkapcsolat, a fejem, és ez legyen együtt, és akkor bárhonnan tudjak dolgozni. Most Paku Ágikám átrendezte nekem itt az irodámat, és előkerültek naptára, olyan naplóim, mert 25 éve írok naplót, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és elő fogom keresni azt a naplót, amiben ezt először leírtam. Brutális élmény lesz szerintem, amikor az ember látja, hogy egy régen leírt dolog hogyan valósult meg, és hogy mikor valósul meg, ez csak attól függ, hogy mennyire engedjük meg magunkat, nem Vili? Vagy magunknak. Na, most visszaadom, jó? Igen, amit az Attila mond most, lehet, hogy most te ott ülsz, és így gondolkozol, hogy hát igen, tulajdonképpen van egy ilyen Titok című film, és akkor valami hasonlót mondanak. És akkor lehet, hogy te láttad is ezt a filmet, meg most Attila mondta, hogy képzeld magad abba a helyzetbe, hogy már megvan ez a dolog, és azt mondod, hogy oké, de nálam ez nem működik. Most tudjátok-e, hogy miért van ez? Azért, mert a Titok című filmben nincs az, hogy te valamire gondolsz, és hogyan gondoljad. Mert tulajdonképpen, ahogy elképzeled, hogy jaj, de jó lenne egy Ferrari, de közben, vagy akármi, most Toyota mondjuk, de közben ott van, hogy ezt én soha nem fogom tudni, csak így konstatálod, hogy ez jó lenne, ha. Tehát ez a lenne, ha, ez nagyon rossz. Mert a tudatalattidat fogja teljesíteni az univerzum. Képzeljétek el, ezt nincs benne a Titok című filmben, de hogyha te olyan tudatállapotban vagy, hogy feltétel nélkül elhiszed azt, akkor átesel abba a kategóriába, hogy nem úgy működik a dolog, amit a Móriczka tudott, hogy kilesi a nővérét, és akkor látja, hogy a nővére így simogatja a hasát, és akkor férfit akarok, és 2-3 nap múlva új kulcsuk leselkedés, és tényleg ott van a férfi, és akkor Móriczka tudjátok, hogy bemegy a szobájába, és akkor tudod a hasát, levetkőzik mesztelen, és a hasát elkezdi simogatni, és akkor biciklit akarok. Tehát ez egy régi poén, de nem valósul meg a bicikli. Csak akkor, hogyha fogod magadat, és ezt feltétel nélkül elhiszed, hogy az működni fog, és ehhez egy cselekvés kell. És visszatérek, mert mondom a marketinget, hogy ott van az a bűvész 150 ezer forint. Megvan az, hogy melyik az az eszköz, amivel el tudod érni ezt a 150 ezer forintot, és elkezdesz arról kommunikálni. Összeszedsz egy olyan csomó társadalmi bizonyítékot, ami már bizonyítja, hogy már ezt emberek megcsinálták, és ő
Neked is van biztos már olyan élményed, hogy valamennyi pénzt már kerestél a network marketingbe, de biztos vagyok benne, hogy ha te már mondjuk ettél valamilyen jó terméket, akkor azt már tudtad ajánlani. De ne menjünk bele network marketingbe, mert biztos, hogy volt már olyan, hogy bementél egy jó vendéglőbe, ettél egy jó, mit tudom én, marhapörköltet, és hogyha a városodba tévedt valaki, akkor megkérdezte, hogy hát melyik vendéglőt ajánlod, akkor elküldted a bizonyos vendéglőbe, mondtad, hogy ott lehet jó marhapörköltet enni, de a vendéglős nem fizetett neked ezért. Tehát most gondolom, tudjátok, hogy mit akarok ezzel mondani. Ott van az a bűvös 150 ezer forint, megvan a terméket, hogy mivel lehet pénzt keresni azonnal, és elkezded marketingelni a terméket. A marketing az tulajdonképpen te saját magad van, tehát nem a First-öt, vagy a Herbalife cuccokat kell reklámozni, meg mondod, hogy hú, milyen jó a Kairos, mert nem fogják az emberek elhinni. Ezért vannak ezek a hülye támadások. Ugye, ha te elkezdted letesztelni, és a teszt folyamán a bizonyítékokat már tapasztaltad, meg tudsz egy pár olyan embert hozni, akkor nyert ügyed van. És olyan gyorsan meg tudod keresni ezt a 150 ezer forintot. Egyébként időintervallumban elmondom neked, hogy 90 nap alatt meg tudod szerezni, 100% teljesen biztos vagyok benne, mert rengeteg barátom már megcsinálta, az teljes anyagi függetlenséget 90 nap alatt. És most itt megállok. Ki az, aki ezt tényleg el is hiszi? Most írd be a 10-est. Mert most kiderül, hogy te tényleg hiszel ebbe, vagy hát jó van, beírom, mert azt mondta Vili, hogy írjuk be. A feltétel nélkül ezt el kell higgyed, mert ha nem, akkor nem fog sikerülni a 90 nap. A 90 nap az onnan számíthatod, amikor te feltétel nélkül ezt elhiszed. De nincs benne kétséged. Úgy tudtok képzeteket teremteni, csak mondok egy példát, van egy barátom, aki eszméletlen jó tudja ezt. Ő egy reklámszakember, és nagyon nagy álma volt neki egy Kaiser. Egy Kaiser, ilyen luxus amerikai telepajáró. És egyszerűen olyan szuperül megtanult ez a srác imádkozni, de tényleg minden hitét beletette, és feltétel nélkül, hogy ha hiszitek, ha nem, egy pár hónapon belül a garázsában ott állt egy Kaiser. Beszélget, szó szerint folyamatosan hangosan beszélget Istennel, ez a barátom, kecskemét is srác, és a múltkor ott voltam nála, azt mondta, hogy uram, köszönöm szépen, hogy ezt a Kaisert ide tetted a garázsomba, de tettél volna kettőt is, tehát én nagyon humorizál, úgymond Istennel. Tehát ő így beszélget úgy, mint én most veletek. Bármilyen furcsa működnek a dolgok, csak használnod kell a fantáziádat. Visszatérve a marketinghez, hogyha nem hiszed el, és még mindig ilyen materialista vagy, akkor fogd magadat, és próbáld úgy marketingelni a termékedet, hogy lássák rajtad, hogy te egy komplet idióta vagy. Ki az, aki egyetértelem abban, hogy ez a Vili, meg ez az Attila, ez a komplet idióta. Na most írd be a 10-est, honnan mered. Úgyhogy most Attila, visszaadom a szót, és aztán visszamegyünk még a marketinghez. Na, erre varjál gombot, adom. Istenem. Ez hihetetlen. Egyébként szeretek, van a tarókártya, és abban tudjátok, vannak különböző szimbólumok, és ezek a szimbólumok különböző dolgokat jelentenek, és amikor ezt említettem tegnap, hogy ilyen ezoterikus világba belekerültem, és mindenféle ilyen őrültségnek tűnő dolgot csináltam, ami a belső munka része volt, és nagyon sok minden terhet le tudtam tenni ennek hatására, és az a mester, akihez én jártam, az értette ehhez a kártyavetéshez is, és mindig kijött ez a bolond, udvari bolond, vagy nem is tudom, ez a bohóc, vagy nem is, ami az őrületet jelentett, az, hogy ezt nem hiszem el, ez neked minden egyes kártyavetésben benne van, te egy nagyon őrült távó lehetsz, vagy leszel, mert egyszerűen azt mondja, ez a kártya azt jelenti, hogy nem azzal foglalkozol, hogy ki mit mond, nem azzal foglalkozol, hogy mi volt, hanem azzal foglalkozol, hogy merre akarsz menni. És ez nekem sokáig gondot jelentett szintén, hogy egy bizonyos olyan helyzetben, amikor bementem a Tesco-ba, és 4 zsömlét akartam venni, de csak 2 bírtam kifizetni, ez ilyen helyzetből mondom, hogy a Jóistenben lehet nagyot teremteni, meg nagyot képzelni, és akkor jöttek ezek a megvilágosodások, hogy jó, hát most ez van, hát akkor most 2 zsömlét eszünk, nincs ezzel semmi gond,
Nagy Mercedesből, ami akkor régebben Mercedes volt, nagy Mercedesből lett két zsömle. Mit tudok csinálni, hogyha kardomba dőlök, akkor is ez van. De azt mondtam, hogy nem az a lényeg, hogy földre kerültem, valahogy föl fogok állni. És ez a nagyon-nagyon fontos. Nem az a lényeg, hogy most hol vagytok, milyen állapotban vagytok, mi történik veletek, mi a valóságotok, mert az már elmúlt. Az az elmúlt gondolkodásodnak az eredménye. Ha most változtatni akarsz, akkor tényleg nyomjon már egy tízest, aki azt mondja, hogy változtatni akar az életén, mert akkor egy döntés az egész. Hozok egy döntést, hogy nem érdekelnek ezek a dolgok, amiket mondanak, hogy én milyen sikertelen vagyok, vagy mi történt az életemben, hogy úgyse fog sikerülni, nem hallgatok ezekre a huhogókra, hanem azt mondom magamnak, hogy megcsinálom. És itt ebben a könyvben nem lehet nem megcsinálni, itt csak akkor nem tudod megcsinálni, hogyha nem akarod. Ha meg nem akarod, akkor meg tényleg, amit Willi szokott mondani, akkor inkább tényleg nyomj egy X-et, mert akkor csak fölidegesíted magad ezeken a dolgokon, hogy itt látsz bennünket, meg hallod, amiket beszélünk. Ami nagyon fontos volt nekem még, az az, hogy én mindig a perfekcionizmus, ez a tökéletesség irányába mentem, mert apámtól ezt a mintát kaptam, hogy nem volt úgy jó, ahogy leraktam, mindig egy millimétert mozdított rajta, na most jó kisfiam. Na mindenből az lett, hogy nem nagyon akartam kiadni magamból semmiféle információt, nem akartam kiadni magam, mert hú, majd mit fognak szólni, biztos nem tökéletes. Mindenki mondta már, hogy ember ezerszer jobb, mint amit a piacon lehet kapni, és én még mindig hezitáltam. És miért? Azért, mert nem voltam soha kudarcot nem jól viselt. Abszolút sikeres voltam a csajozásban. Egyetlen egy kudarcom nem volt. Tudjátok miért? Mert nagyon hosszú ideig egyetlen egy nőhöz sem mentem oda. Mire? Ott volt bennem, hogy mi lesz, hogyha elküld. És akkor mi történt? Hazamentem a disztóból. A haverjaimnak egy része az minden héten más nővel volt. Én meg ott... Hát ez így nem lesz jó. Lesz, ami lesz. Egy életem, egy halálom. Valahogy megszólítjuk, aztán majd történik valami. Tehát a lényeg, ne féljetek kudarcot vallani, mert azt mondta, nem tudom, valamelyik nagy ember, lehet, hogy a Microsoftnak a vezetője, vagy a Steve Jobs, hogyha sikert akarsz, nagyobb sikert akarsz, duplázd meg a kudarcaid számát. Miért? Mert azokból tanulunk, hogyha megyünk, és nem lesz soha kudarcunk, tehát hogyha nem esünk el, akkor nem tanulunk meg jobban járni, hanem akkor egy ilyen szép, ilyen középszerű, langyos, vizes életet fogunk élni, vagy fogtok élni, és akkor annak mi értelme van? És meddig akarok én hallgatni, vagy ti meddig akartok hallgatni arra, akik a nyugdíjas Manci néni majd megmondja, hogy Attila, te milyen egy hülye vagy, hogy te Jaguarral jársz. De hol érdekel engem? Én nekem az minden egyes pillanatban örömet okoz, amikor beülök a Jaguarba, és úgy érzem magam, mint hogyha egy angol szalomban lennék. És sokan nyüglődnek ezzel, hogy jaj, hát minek kellett ez, neked, meg fölt... Nem, engem nem érdekel az, hogy ő mit mond, ez volt a vágyam. Te is találd ki, hogy mi a vágyad, és tegyél is érte, mert itt a következő buktató, amin én átmentem, ott van a fejemben a kép, Istenem, és meg imádkoztam is, tegyük fel, vagy az univerzummal társalogtam, és ültem a szobában. Mikor jön? Nincs még Jaguar. Ez még nem a Jaguar, ez történt van, ez sokkal korábban. Otthon ültem, és nem csináltam semmit. Hát ha nem csinálok semmit, abból semmi nem lesz, hanem csak egyre rosszabb helyzetbe fogok kerülni valószínűleg. Itt a nagyon fontos dolog még az, hogy ha már kitűztük ezt a célt, elképzeltük, vizualizáljuk, olyan érzésünk van, mintha már ott ülnénk, most te akkor lehet a lakásod, a bútorod, a nyaralásod, ez most mindenkinek teljesen egyéni, találja ki mindenki, hogy mit akar, és még a illatokat, színeket, érzéseket, mindent tegyél mellé, amit csak tudsz, mert minél életszerűbb a kép, annál gyorsabban fog megvalósulni. És így van, amit Willi mondott. Itt volt ez a Titok című könyv, a Titok című film, ami alapjaiban véve nagyon jó témát feszegetett, csak nem adott megoldást hozzá. Elmondott egy viszonylagos laza keretet, de ha most a Titok című könyv működött volna rendesen, akkor itt most millióknak kéne Magyarországon jobban élni, mert szerintem legalább 1 millió ember elolvasta és megnézte a filmet.
És azt tapasztaltam a képzéseken, amiket tartottam, hogy az emberek nem tudtak igazából változtatni az életüket, hiába olvasták el. Igen, azért nem, mert hiányzik belőle az az útmutatás, hogy akkor ez hogyan is kell a gyakorlatban. Elméletben én tudjátok, milyen jó hálózatépítő voltam már 20 éve is. Én elolvastam az összes könyvet. Én kívülről fújtam a Jim Rohn, vagy az MVS alapító, nem tudom kinek a könyvét. Ami könyv volt, mindent megettem, elolvastam. És eredmény nulla. Így van. Miért? Mert nem mentem oda az emberekhez, és nem adtam el. Ha nem adok el, nincs üzlet. Itt most mennyit változott a dolog az online világban, ahogyan most építjük az üzletet? Az, hogy nem kell oda menni az emberekhez, hanem az emberek, Jim Dornan, köszönöm, igen. Az emberek jönnek ide. És ez mennyire más, amikor olyannal beszélsz, aki akar valamit, nem? Mint amikor elkezded győzködni az idiótákat, hogy te figyelj, olyan jó lenne neked, hogyha ezt megcsinálnád. De most tényleg miért nem akarom megcsinálni? Én meg akartam menteni a világot, komolyan. Meg akartam menteni a világot. Főleg minél közelebb állt valaki hozzám, annál inkább meg akartam menteni, de nem lehet az embereket megmenteni, ezt kell kimondjam most már. Most ezzel lehet egyetérteni, lehet nem, ez az én tapasztalatom. És minél inkább meg akartam menteni valakit, annál inkább taszított el magától. Na, így ennyit most, jó? Attilából sikerült egy bombát csinálni, nem? Ahhoz képest, hogy még 2 hónapja nem is ismertem, egész jó behonzottam, mert tényleg, tehát őrülteket keres, és őrülteket fogsz találni, hát hogyha te komplet idióta vagy. Láttam az elején, Ati, nézd meg, mennyien lehűztek bennünket, úgyhogy sikerült ez a történet. Oké, írjátok oda, hogy pénz egyenlő eladásból van. Azt mondhatod, hogy hát én nem olyan típus vagyok. Hát azért elmondom neked, hogy ha voltál már gyerek, akkor nagyon jól tudtál marketingelni. Ha nem hiszed el, akkor nézd meg a gyermekeidet, hogy mennyi mindent eladnak nektek. Nekem például van egy tündéri unokám, gyerekek. Tudom, hogy a gyereknevelés, tehát a gyerekeket tudjátok, akkor megszületik a lányod, fiad, az egy nagyon nagy durranás tud lenni. De ez az unoka, ráadásul lányból van, szerintetek mennyire szokott engem így a... Nem tud beszélni még. Elég, ha rám néz. Olyan marketinge van, gyerekek, hogy minden nap tudok vinni neki valamit. Pedig ő nem mond semmit, csak azt a kis angyali szemét így rám veszi. Tehát nyugodjatok meg, eladónak születtetek. És akkor most másik téma. Volt-e már valaki olyan, hogy elment egy jó kis gurunak az előadására, na majd itt mindent megtanulok, aztán úgy jöttél ki, hogy már megint elmélet. Tudod, hogy hát jó, meg kell közelíteni embereket, le kell zárni, prezentálni kell, megint csak arra gondolt, hogy mind nekem kell megcsinálni. Ez borzasztó érzés, nem? Ez olyan, mint volt egy barátomnak a húga, ott lakott nálunk egy szomszédba, és átmentem egyszer hozzájuk, és így reggel hallom, hogy veszekszik az anyjával, hogy a francban mindent nekem kell csinálni, föl kellett kelnem, reggeliznem kellett, el kellett mennem a WC-re, fogat kellett mosni, suliba menni, kész katasztrófa az életem. Tehát nem erről szól a dolog, hanem megálmodod, hogy mit szeretnél, tudod, hogy merre akarsz menni, tudod az eszközöket, és akkor jusson eszedbe a yin-yang, tudod, ez a kör, amiben van egy ilyen kis fekete pötty, meg fehér pötty, biztos ismeritek, hogy hiába van a fehér rész, ha nincs a fekete rész ott, tehát maga a kör az nem zárul be, akkor kipukkad az egész. Vagy hiába van neked meg a fekete részed, ott a sok pénzed, nézd meg, és nem tudod úgy forgatni, hogy kellene, és lehet, hogy megnyered az X-faktort, vagy bármit, vagy egy valóságshowt, és volt nincs, másnap már elúszott, vagy nyertél a kártyán, de másnap már volt nincs. Biztos, hogy ismertek ilyet. Tehát a yin-yang, tehát az arról szól a dolog, hogy legyél egyensúlyban. És mondok egy érdekes példát, mert biztos, hogy nem fogjátok elhinni. Palacskó András neve ismerőse. Palacskó András. Imádom ezt a fickót. Majdnem azt mondtam, hogy faszit, de hát itt vannak. De nincsenek itt 18 év alattiak. Tehát ez a manusz, ez van szédületes. Tehát imádom hallgatni, ugye most voltam nemrég, egy elengedés tréningje volt, és András elmesélte, képzétek el, hogy amikor elkezdte ugye az Access Bar, vagy Access Consciousness, nem is tudom mondani,
elkezdte a mágiát ugye tanulni, akkor egy fillér nélkül szinte ki kellett neki menni Amerikába. Annyi pénz volt, hogy úgy kimenjen, de valami gigszer volt a kártyájával, és amikor oda ment ugye, hogy autóbérlés, stb., mondták, hogy no, nincs semmi pénze. És el kellett neki jutni a konferencia helyére, és egyszerűen a gondolkodása olyan volt az Andrásnak, hogy azt mondja, oké, biztos, hogy el fog jutni, 100%-ig biztos volt abban, hogy oda el fog jutni, még nem tudta pontosan, hogy, de meg fog történni. Na és akkor utána olyan történetet nyomott le, hogy milyen úton, módon éppen oda elé tette a teremtő azt az embert, aki elvitte egyik városból a másikba, aztán ottan meghívta valaki ebédre, akivel találkozott is. A végén kikerekedett, hogy ott volt a rendezvényen. És biztos hallottatok már a Camino, El Camino, erre a gyalogtúráról. És az András meséli, hogy ő $25 a zsebében is végigjárta ezt a Camino-t, meg ugye full extrás, 5 csillagos kivitelben is. Miért? Azért, mert működik a vonzás törvénye, hogyha azt jól alkalmazod. Na most, ugye eladás. Mutassak nektek egy eladás technikát, hogy hogyan lehet az interneten eladni élesbe. Következő dolog. Égette már valakinek a gyomra közületen. Tudod, éged, mint az állat, tudod, így fölkelt, és így rötyog így a torkodnál. Szenvedés, nem? És akkor mit csinálsz? Olyan álmos vagy, mint az állat, és innod kellene egy kávét, ugye? Hogy úgy fölébredjél. És hát most mit csinálják? Ha megiszom a kávét, akkor égi fog a gyomrom. Ha meg nem iszom meg, akkor meg elalszok, és akkor is ég a gyomrom. Tehát akkor itt választasz, iszol egy kávé, ég a gyomrod, és mész a dolgodra. De ha van egy olyan kávét, ami eltünteti a gyomorsavat, akkor már tök jó, mert érénk is vagy, meg nem ég a gyomrod. Hát nézzétek meg, így néz ki a kávé. Ennyire egyszerű a dolog. Én így jártam. Vettem a Nagy Zsuzsánnától, családtagunk itt van a mi csapatunkba, kipróbáltam. Úgy próbáltam ki, hogy a Zsuzsi az küldött nekem így ajándékba egy párat, hogy fie, itt egy hét, próbáld ki. Fenomenális volt az eredménye. Mi történt? Na, Zsuzsi, küldje egy ilyen csomag kávét nekem. Kifizettem természetesen. Aztán most ott tartunk, hogy tegnap küldött 3 kartonnal, mert kell a fiamnak, kell a lányomnak, meg még szoktam így ajándékozni is. Semmilyen érdekeltségem nincs ezzel a ganodermás kávéval, semmilyen, de Zsuzsitól veszem. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy keresse fel a Nagy Zsuzsi telefonon, és vegyen tőle kávét, és hagyjátok el ezt a hülye, ilyen mindenféle kavaros, másmilyen kávét. Szenzációs, és fillérekbe kerül. Tehát például ez egy igaz történet. Elmondtam egy sztorit, ami velem történt, elmondtam egy nagyon jó dolgot vele, aztán ajánlottam egy forgalmazót. Most, hogyha én forgalmaznám, akkor így magamat ajánlanám, de tulajdonképpen ez körülbelül 3 perces monológ volt, azt kitenném az internetre, akkor egy csomóan ugye vásárolnának kávét. Ennek hatására ki az, aki már úgy megfogalmazódott, hogy a frazda csak föl kéne hívni ezt a Zsuzsit, mert olcsóbban kijönnék, mint a hagyományos kávéval, nem égne a gyomrom, ellátna olyan vitaminokkal, amivel tökéletesebb az életem, meg egyébként meg miért ne gazdagítsuk a Nagy Zsuzsit. Ki az, aki megfordult a fejébe, hogy csak föl kéne hívni a Zsuzsit? Na, nerünk. Nagy Zsuzsannát beütöd a Facebookra, és akkor majd beírsz a Skype-ra, hogy Zsuzsi, küldj már nekünk ilyen kávét, és van neki forró csokija is, meg van egészséges műzlie. Ilyen szenzációs tudsz. Csak így mondom, semmilyen anyagi érdekeltségem nincs, hangsúlyozom, de imádom, mikor a Zsuzsi fölhív, hogy de fiú, Vili, ma megint rendeltek tőlem, hogy a jó évben van ez, mert egyébként meg nem is nagyon reklámoztam, csak ugye a saját blogomon. Hát mondom, fiú, az ajánlás a legjobb. És ki szeretnék esetleg közületek, hogy én esetleg az saját termékét most így ajánlanám, mondjuk Foleveres vagy, elkezdjek beszélni a First-ről, vagy esetleg Asszás vagy, mert kipróbáltam, tudok róla beszélni. Tehát most ezt azért sugallom neked, mert az eladás, tehát a Yin-Yang egyensúlyba kell, hogy legyél.
És nekünk egy akkora fegyverünk van ebben a marketinggel, hogy a média hatás, tudod, ami a tévében van, az biztos, hogy jó lehet. Még a rossz akkor is. Nézzétek meg a Teleshop reklámokat, hányan ilyen Teleshop fanok is rendelik a cuccokat, és lehet, hogy nem is használják sose. Na most mi ezt ki tudjuk használni, és Attilával reggel erről beszéltünk, hogy tudod, milyen fegyver van a kezünkben, bármit el tudunk adni, ha az tényleg jó. És ugye van Dave Woodnak egy olyan technikája a team building formulában, szenzációs, hogy hogy építs fel egy olyan előadást, amivel simán el tudsz adni, és még az előadás alatt már rendelnek tőled. Most lehet, hogy egy páran már fölvettétek a telefont, azt kikerested a Zsuzsit és rendeltél, de ezt a technikát tudod használni egy konferencia teremben is. Mert biztos, hogy volt úgy, hogy tudod így öltönybe, nyakkendőbe, meg hajbelőve PowerPoint bemutató konferencia teremben. Voltatok már ilyen, tudod így, így bejelentkeztél, mert azt megígérted, hogy ott vagy, és hogy nézted így a konferencia termet is. Lapozgatták, mondták, hogy milyen jó üzlet, ilyen termék, ennyi RDL százalék, meg aztán így nyomták ki a domát, de igazság szerint nem fogott meg. Egy ilyen 3 perces sztori, amit a kávéval elnyomtam neked, sokkal hatásosabb tud lenni, és az elmondom neked, hogy ha föl van építve egy ilyen hullám az egészben, akkor tulajdonképpen még a semmit is el lehetne adni, de nekünk nagyon jó termékeink vannak. És hogyha a csapatban benne vagy, én megígérem neked, hogy adok neked olyan lehetőséget, hogy itt be tudod mutatni úgy a terméket, hogy tulajdonképpen én beszélek rólad, hogy neked ez milyen jó. Most például mutatok valamit nektek. Elkezdtem tesztelni egy ilyen cuccot. Ezt ismeritek el? Ez a Rainsaw. Ez egy szenzációs, ilyen telítetlen olaj tömkelege van benne, és ilyen körülbelül másfél nap alatt szüntet meg mindenféle zsibbadást. Csak úgy mondom, így az agyadat is meg így áll. Ja, hogy rengeteget ültem a számítógép előtt, nekem is voltak ilyen zsibbadásos problémáim. Szenzáció, semmi bajom nincsen. Most én mondtam erről valamilyen RDA százalékot, meg hogy mit tudom én, milyen van. Baromi finom, azt tudom, meg ahogy érzem magam tőle, ez szenzációs. Úgyhogy alig várom, hogy jönjön a következő csomagom például. Mindent megvesznek az emberek, ha ez tényleg jó. És ezt meg tudjuk neked tanítani. Tehát nem csak álmodozunk arról, hogy hát ez a rész, ez de jó lenne, hogy tudod, a Móriczka effektus így jusson eszedbe, hanem igenis megtörténté tesszük a dolgokat, bármiről. És utolsó téma majd a támadás lesz, hanem Attila, neked most erről a hókusz-pókuszról jutott eszed valami, odaadom a hangot, és akkor utána még lesz egy lezárás, úgyhogy csak egy pár perc tényleg adom a hangot. Oké, 40 percbe bele is férek, akkor ja, már annyi nincs, akkor csak 35. Figyeljetek már, most találtunk, itt Ági, így mondom, átrendezte az irodát, és találtam egy ilyen régi promo anyagot, még a öltő-nyakkendős menedzser korszakból, és azt megmutatom nektek, nem tudom, hogy kamerán mennyire fog átmenni. Álljatok, próbálom, hát lehet, hogy... Nézzétek, ott az a fekete hajú, vagy sötét hajú, nyakkendős csávó, az vagyok én. Látjátok? Itt látszik valami? Tök jó. Tehát én is így nyomtam, így toltam már 20 nem tudom hány éves koromtól, és én megfogadtam életemben még egyszer őt, hogy nem akarok fölvenni. Maximum, hogyha elvisznek a temetőbe, akkor rakják rám, vagy, de az se jó, mert hamvasztást akarok kérni majd, vagy nem tudom, vagy nem is fogok meghalni lehet. Na mindegy, tehát a lényeg, hogy iszonyatos ereje van ennek az ajánlásnak, és egyre több cég vesz igénybe már a szociális, vagy hogy a social media, ez a közösségi médiát, és iszonyatosan erős kampányokat nyomnak, Coca-Colától kezdve rengeteg más cégen át, a Vodafone kezdve az Invitelig mindenki. Miért? Mert észrevették azt, hogy a reklámoknak az emberek már nem kezdenek nem hinni. És miért? Azért, mert olyan sokszor átvertek bennünket, hogy így jó, úgy jó, amúgy jó, az közben meg kiderült, hogy nem is volt jó, meg nem is úgy működött, ahogy megígérték, és ezért rájöttek, hogy akkor ez a szájról szájra történő ajánlás lesz a legjobb, mert valószínűleg a barátaim el fogják nekem hinni, ha még nem túl sokszor vertem át őket, akkor el fogják hinni, hogyha én mondok valamit, akkor az, és kipróbáltam, és nekem jó volt, akkor tényleg az valószínűleg jó lesz. És amit mondott még Billy, hogy az, hogy
egy éttervet ajánljunk, vagy egy mozifilmet ajánljunk, az minden gond nélkül megy a legtöbb embernek. Hogy a fodrászt ajánljuk, vagy orvost ajánljuk, fogorvost. De az, hogy egy olyan üzletet ajánljunk, vagy olyan terméket, vagy olyan lehetőséget, amivel meg tudja változtatni az életét, ezt meg úgy kerüljük, mint nem is tudom, akárki a ördögöt látnánk, és nem akarja elmondani a legtöbb embert. Pedig ezért még pénzt is kaphatna. Tehát iszonyatosan hiszek ebben, hogy ajánlani kell azokat a dolgokat, amiket kipróbáltak, és ami nagyon fontos, én olyat nem is tudok például ajánlani, meg nem is ajánlok, amit én magam nem teszteltem le. Mert akkor hiteltelen vagyok, és ha hiteltelen vagyok, azzal én saját magamnak is, meg annak is rosszat teszek, akinek ezt a dolgot ajánlottam. És az egyensúlyról még, amit még Willy mondott, volt néhány gondolatom, hogy igen, akkor jó az életem, ha alapvetően minden területen egyensúlyban vagyok. Tehát nem az, hogy nem vagyok egészséges, de van sok pénzem, sok ilyen embert ismerek. A másik, hogy én egészséges vagy, nincs pénzem. Tehát az akkor jó, amikor egészséges is vagyok, tehát nekem a bőség, ez legalább négy tényezőt foglal magába, ez az egészség mindenek előtt. Az, hogy egy olyan életet élhessek anyagi szempontból, vagy meglegyenek az anyagi dolgok az életemhez, amit én szeretnék, tehát az anyagi oldala. A szociális oldala, tehát hogy legyenek emberi kapcsolataim, mert sok olyan embert ismerek, akinek egészsége van még, pénze nagyon sok van, de már kapcsolata nem nagyon van például a családjával sem, mert már a pénzkeresés közben teljesen szétment minden. És ami nagyon fontos, hogy legyen az önmegvalósításra is lehetőségem. Tehát, hogy azt az életet élhessem, amit én szeretnék. Hogyha ez megvan, akkor szerintem egy olyan gyönyörű életet lehet teremteni, hogy az elmondhatatlan. És az utolsó gondolatom ezzel kapcsolatban, amit még fölírtam, ez, hogy vízió, amit mondtam, amiről beszéltem, a tudatos teremtéshez kell egy vízió. Tegyétek be a fejetekbe ti is, hogy mire vágytok, és ne álljunk meg azzal, hogy ne álljatok meg azzal annál az akadálynál, hogy hogyan. Mert ez volt a másik, amit én megszívtam nagyon sokszor, hogy azzal kezdtem el foglalkozni, hogy jó, ezt szeretném, na de hogyan lesz meg, amikor most három fillérem sincs, tegyük föl. Ne a hogyannal foglalkozunk, mert ha nem a hogyannal foglalkozik az ember fia, hanem a miérttel. Miért akarom én ezt? Miért lesz nekem nagyon jó? Akkor az univerzum megfogadni mindent, megmutatja, bocsánat, nem mindent ő tesz a zsebembe, hanem megmutatja az utat, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy az megvalósuljon. És az utolsó, az univerzumban itt most minden nagyon nagy bőségben rendelkezésünkre áll, és mindenki a figyelme alapján, a fókusz alapján tudja kiválogatni belőle, hogy mi az, amit ő megkap. Majd mondják a Bibliában is, hogy legyen hited szerint. Ha azt gondolod, hogy sikeres tudsz lenni, akkor az leszel. Ha azt gondolod, hogy egy nagy szívás az élet, akkor nagy szívás lesz az élet. Mindenki a hite szerint fogja megkapni azokat az útmutatásokat, ami ahhoz kell neki, hogy a következő lépcsőre haladhasson. Köszönöm szépen! Köszi Attila! Kicsit lehet, hogy ráhúzunk ma, de muszáj bezárni, ugye ez egy folyamat, amit szerettünk volna nektek ma átadni. Egyébként megkérdezhetem, hogy ugye humorizálunk mindent, de adunk értéket nektek? Tehát úgy érzed, hogy volt egy pár áttörésed? Nekem így ennyi volt. Tehát nekem így nagyon sokat adott most, hogy így tudtuk az energiát egy kicsit áramoltatni az Attilával. Ilyen beszélgetések szoktak lefolyni egyébként közöttünk. És ajánlom nektek is, hogy úgy, ha van olyan csapattársad, aki pár ilyen felemelő beszélgetést mindig tegyetek meg egymással. És a végére hagytam egy érdekes dolgot, én nagyon, nagyon komolyan tanulmányoztam ezt a vonzás törvényét, és úgy tudtam csak az egészet, hogy igaz-e tényleg, hogy leteszteltem. Most nem tudom, szerintetek elég tesztel az, hogy egy olyan dologra vállalkozik valaki, hogy fogja magát, fölhívja az asszonyt, hogy csomagolj, egy hét múlva megyünk Amerikába, két kisgyerekkel. Tudod így. Elintézek addig mindent, és kimegyünk az államokba. Bizonyos összegem volt rá, ez összesen volt, elmondom nektek, $4000 volt. És így mentünk ki Amerikába. 3 hónap alatt volt lakás, kocsi, munkahely, minden, ami szükséges ahhoz, hogy
gyerekek iskolába természetesen, tehát minden. Csak azért, mert itt az agyamban én ezt elültettem. Szerintetek hányan támadtak meg akkor? Elmondom, a család kitagadott, az összes barátnak hit barátom, kettő kivételével mindenki elfordult. Egy csomóan irítségből, hülyének tartottak, azt mondták, hogy mert az állam biztos jó, utánunk nyúl, mert a gyerekeket kivettük az iskolából, bla 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 bla. Ezek az államrablók. Még volt egy olyan, hogy ugye tárolóból kihoztam háromszor, az egyik barátom nagyon komolyan ért ehhez. Mit gondoltok, melyik lapot húztam ki? A halál. Kihúztam a halál. Ki az őrült, aki elmer indulni? Egy olyan lappal, hogy a halál. Csak hogy a halál az nem biztos, hogy azt jelenti, amit sokanak a fejébe. Az újrakezdést is jelenti a halál. És bejött, gyerekek, bejött. Bejött. De minden oda mutatott, hogy nem szabad elindulni. És szoktam megkérdezni a gyerekeimet, hogy érdemes volt annak idején. És a Dani fiam, igen, apa, a lányom, azt mondja, a legjobb döntés volt. Azért, mert egy bizonyos világnézetet kaptak a gyerekek annak idején. És most nézd meg, hányan próbálják a te álmodat most elvenni? Hány blogger írja, hogy hű de hülyeség ez a Kairos? Hányan mondják ott a környezetedben, hogy komplet idióta vagy? Hát átcseszed az embereket. Csak ezek a támadó emberkék, akik téged is támadnak, szerintetek letesztelték azt, amiről beszélnek, hogy nem jó? Volt annyi pucá a vérükbe, hogy ezt megcsinálják, hogy kipróbálják? Hát elmondom neked, nagy nulla. Hát most képzeljétek el, akik támadnak, energiát tesznek bele abba, hogy téged támadnak. Szerintetek mennyire építi őket ez az egész, akik támadnak? Bárki legyen is az. Mennyire építi? Elmondom neked, földön futó az összes. Csak irítségből nyomja, és mindent megtesz azért, mert energiáért megy a harc, hogy majd talán energiát kapunk azért, mert szidjuk ezeket a kairoszosokat, meg szidjuk ezeket az MV-eseket, meg az összes Herbalife tanácsod, az tök idióta, mert ilyen porokat, meg bogyókat, meg bla bla bla, tudod. Én nem tudom, értitek-e, hogy mit szeretnék ezzel sugallani, tehát ne hagyd magad az államrablóknak. Tesztelj, ez a legjobb. Teszteld, írod, kommunikálod, és egyszer csak észreveszed, hogy követnek az emberek. Mert annyira barom vagy, mint én, meg a Attila, legyél nagyon-nagyon nagy barom, vagy ezt tudom mondani, hogy is mondta David Wood, vagy David Sharp, legyél kurva jó fej attól független, legyél kurva jó fej. És most írjatok oda egy tízest, aki kurva jó fejnek gondolja saját magát. Nyugodtan. Egoisták legyünk. Mert hogyha igen, akkor fogod azt a problémát így feszegetni a francba, ez a barom OTP csak 150 ezeret ad le naponta, és ez borzasztó, mert most képzeld, hogy 1 milliót, hát 6 nap alatt bír az ember kíván, borzasztó. Na, visszaadom a hangot neked, Ati, zárd le a tréninget. Köszönöm. No, tehát igen, ez a kurva jó fejség nagyon fontos, ez a, ma is, amit videóját néztük, vagy betett Willi reggel, most nem trikóba volt, de mezítláb. És szerintem ez mindent elárul. Volt egy tapasztalásom, amikor eljött egy buddhista guru, majd most nem jut eszembe, nem, más történetet mondok inkább. Mezítláb, nagyon helyes. Hú, kicsit, nem? Meg mostad? No, tehát a lényeg, hogy azt tegyük, amit szívünk diktál. Sokszor nagyon kemény csatákat kell megélni. Mondom, engem is lehülyéztek az ismerőseimtől kezdve, a családom leginkább, hogy te nem vagy normális. Mondom, akkor ezen, amit tegnap is elmondtam, lépjünk tovább, tehát ezt vegyük ki az egyenletet. Tehát amikor mind a két oldalon megvan ugyanaz a tényező, akkor egyszerűsítjük az egyenletet. Kész. Hülye vagyok? Ennyi. Én így jól érzem magam,
És pont ugyanannyi embernek tetszem így, mintha teljesen komoly és ez az üzleti nyakkendős lótúró lennék, csak én közben nem érezném jól magam. Tehát itt azt mondom, hogy tedd az, amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal, amit van, és a többivel ne törődj. Ezt nem tudom, ki mondta valami nagy ember, lehet, hogy Churchill mondta, vagy valaki, de nem is ez a lényeg, hanem tényleg ne azzal foglalkozzunk, hogy mit nem, meg mit nem, meg hogy mit mondanak, meg hogy így hülyék, hogy nem kell vele foglalkozni. És egy idő után higgyétek el, abba fogják hagyni. Rájönnek, hogy fölösleges mondani neki, meg kiröhög. Mit mondott ma a videóban Dave, hogy amikor egy kifogást mondanak neki, azt mondja, hogy nézzél rá így. És amikor így nézel rá, mikor már ő is így furcsán néz, akkor kezdj el röhögni. És akkor mondd neked, most belépsz, vagy nem lépsz? Azt mondja, ilyen egyszerű. Tehát nem kell már azt, hogy elmész bele, hogy belemégy, hogy kifogásokat kezeljél, akkor jön megint 28 új kifogás, és soha nem értek a végére. Tehát a másik és záró gondolat most már tényleg, hogy van egy angol mondás, hogy you can't be successful in anything you are not interested in. Tehát a lényeg az, hogy nem lehet sikeres olyasmiben, ami nem érdekel. Sőt, azt mondom, ami nem a szívem vágya. Nem lehetek igazán sikeres. És ez fantasztikus volt az a videó, az, amit tegnap felrakta a chatfalra a Skype-on, William, ami a magyar virtusról szólt, hogy 38 perccel a munkakezdés idő után az első, a legszorgalmasabb ember elkezdett dolgozni. És ez miért van? Meg a levél, amit most felolvastam nektek, hogy utána bejárni, hány ingere van, és nem bírja már, nem tudja számolni a napok nagy, még hány év van a nyugdíj. Én nem hiszem, hogy ti ilyen életet akartok. Ha viszont nem ilyen életet akartok, akkor föl kell vállaljátok magatokat. Eltüntetitek, élhettek úgy, hogy mindenkinek az igenlését próbáljátok megszerezni, vagy élhettek úgy, hogy egy időre kiléptek ebből, lecserélődik körülöttetek mindenki, mert azok a régi emberek, akik nem változnak veletek, azok úgyse bírják sokáig, viszont lesz egy csomó új ember. Hát most én megismertem itt az interneten keresztül, Willin keresztül egy csomó embert, itt vagytok, és beszélünk, vagy beszélek hozzátok én is, de ti nem azok az emberek vagytok, akik 5 évvel ezelőtt az életemben voltatok. Konkrétan Ági, a kedvesem, nagy tanácsadóm is egyben, azt mondja, érdekes, hogy megnézted a videóidat, gyakorlatilag szinte olyan emberek nézik csak, akiket eddig nem ismertél. És azt mondja, a barátok, családok, családtagok közül minimális. Nem durva? Én azt gondoltam volna, hogy régen még, hogy igen, minél közelebb állunk valakihez, annál inkább. De nem bírják elviselni ezt az energiát, mert az övék egy teljesen más. Ők egy megkeseredett, legtöbben egy megkeseredett, kilátástalan életet élnek, a kis nem tudom, 150-200, legyen 300 ezer forint is akár jövedelmük, de nem szabadok. Mikor tegnap este is beszélgettem egy régi kollégámmal, és azt mondja, hogy hát most itt egy kicsit jobb a munkája, kicsit lazább, de azért 8,5 órát bent kell lenni, el kell kéreckedni, hogyha el akarok menni, nem megmondják, hogy mikor mehetek szabadságra. És akkor mi van? Ez így jó nekünk? Nem. Akkor inkább legyek hülye, jöjjön ki a tarókártyába a bohóc, jöjjön ki a halál, hogy a régi énem meg fog halni, és ezt akartam, hogy be is írtam, Vili, mikor mondtad ezt a történetet, hogy kijött a halálkártya. Mindig a hitrendszeremnek megfelelően fogom értelmezni. Igen, meghalt a régi éned, vagy a régi életed, és ehelyett jött egy sokkal jobb és újabb. Na, tehát én azt mondom, váltsuk meg a világot, visszaadom szót a Vilinek, aztán hajrá! Köszi, Attila, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy végighallgattatok bennünket, hogy megnézitek majd ezt a videót, és csak zászlóként annyit, nézd meg mindig, hogy kire hallgatsz. Nézd meg. Ennyi a történet, mert rád is fognak majd hallgatni. Úgyhogy kellemes hétvégét kívánom mindannyiótoknak, és egy ajándék videót hoztam nektek most, remélem betölti a rendszer. Igen, ez nekem egy kedvenc videóm, ez zene, úgyhogy Mr. Sting következik. Sziasztok!